Na szavaztok, srácok, ma van a magyar-portugál meccs napja, és hát megyek megnézni. De előtte még itt a suliban van egy ilyen kis sportnap, úgyhogy itt megnyerjük meg a foci kupát. Közben az öskösök ott rakják össze a pályát, mindjárt megyek én is, csak éppen reggeliztem. Na szavaz, Kristóf, mit gondolsz, mik a mai otcok a 11. osztály győzelmére a foci kupán? Szerintem egyértelmű, tehát nincs más csapatnak esélye. Biztos, hogy a mi osztályunk fogja megnyerni, mivel ilyen focisták játszanak ott, mint a Richard. Meg ott van még meg ott a Karcsi, aki most a padot pakolja. Ott. Ő egy félisten, gyerekek. Nem is lehet ránk fogadni, mert már elvették az occot. Jézusom, Karcsi! Szállj ki onnan! Divatban a lovas szekér, mit tegyek én, hogy velem legyél? Nincsen Ferrari, se BMW, mindig csak a fészen lájkollak én. Hát gyerekek, ezt is megnyertük, mondjuk ilyen szurkolókkal azért nem volt nehéz, ugye Dóri? Igen. Nem figyel, figyelj. Én figyeltem még. 11. év. Hallod, nincs meg a jobbos. Nézzétek meg, hazaérek, erre Diego-t ilyen retkesen kell megtalálnom. Hogy nézel ki, szívem? Hogy? Hogy nézel ki? Hm? Öcskösöm. Az aranyérmet behúztuk, Diego-t megsimogatjuk, jól indul a nap. Közben már itthonról jelentkezem be másnap, ugye elindultunk Pestre, aztán ott csináltam egy-két videót, de igazából semmi érdekes nem történt. Leparkoltunk az autóval, villamos hoztunk, átvettük a karszakot, aztán pedig mentünk a stadionba. De szép a pálya. Thank you.
Összességében hát a végeredmény a sajnos nagyon-nagyon elkeserítő, és egyáltalán nem megérdemelt. Aki látta a meccset, az tudja, hogy ez így van. Megmondom az őszintét, hogy ez egy életre szóló élmény volt, főleg amikor berogtuk a gólt. Igaz, hogy érvénytelen volt, de 10 másodpercig mindenki önfeledten ünnepelt. Talán ez volt számomra az év eddig legjobb pillanata. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A magyar válogatottnak sok sikert a további meccsekhez, nektek pedig szép napot. Ha tetszett a videó, egy lájkot nagyon-nagyon megköszönök. Sziasztok!